Sziasztok! Nagyon szépen köszönjük a türelmeteket a technikai malor megoldásáig. Nagyon sok szeretettel köszöntünk benneteket itt ma este. 1% ötlet, 99% megvalósítás. Ezzel az alaptézissel próbálják felhívni a figyelmünket arra, hogy a siker elérése érdekében bizony kihagyhatatlan lépcsőfokokat kell végigjárnunk. A mai estén először nagyon praktikus vizekre elvezünk, és olyan exakt információkkal leszünk gazdagabbak, amelyeknek a segítségével biztosak lehetünk benne, hogy jól validált ötletünkkel sikerrel léphetünk a megvalósítás útjára. Aki pedig a segítségünkre lesz ebben, Dobos István ügyvéd, aki a jogi egyetem elvégzése után gazdasági joggal foglalkozó ügyvédirodákban dolgozott ügyvédjelöltként, majd a szakvizsgák elvégzését követően 2014-ben megalapította saját ügyvédi irodáját, aminek a szakterülete a gazdasági jog, valamint az induló startupok cégének nyújtott jogi tanácsadás. Az ügyvédi munka mellett a Győri Széchenyi István Egyetemen kereskedelmi jogot oktat. Hogyan vágjunk hát bele? Fogadjátok sok szeretettel a színpadon Dobos István. Jó estét kívánok, sziasztok! Örülök, hogy szép számban eljöttetek. Annak ellenére, hogy azért az tudva levő volt, hogy ma este valamilyen jogi témáról is szó lesz. Ígérem, próbálom nem a legszárazabb, hanem sokkal inkább az izgalmas részeit megragadni ennek a jogi területnek, illetve azon belül is a startup jognak. Alapvetően három témával készültem nektek, három témát szeretnék körbejárni. Az első téma az, hogy egy startup cég beindításakor, egy startup cég alapításakor milyen kezdeti jogi problémák merülhetnek fel, milyen jogi kérdésekkel kell előre számolnia az alapítóknak. A második téma, amiről beszélni szeretnék nektek, hogy az alapítók hogyan tudják magukat védeni egy startup cég beindításakor, természetesen most itt jogi szempontú védelemre gondolok, akár egymással szemben, akár majd a később esetlegesen érkező befektetőkkel szemben is. A harmadik téma az pedig a fogyasztóvédelem, illetve a reklámjog területére vezet el minket. Többek között megpróbáljuk megtalálni arra is a választ, hogy ha valaki fogyasztott már Red Bullt, azonban szárnyai még a mai napig nem nőttek ki, akkor mégis mit lehet tenni, érdemes a bírósághoz fordulni. Alapvetően gyakran járnak hozzám ügyfelek, startup céget beindító fiatal vállalkozók, akik valamilyen ügyvédi közreműködésben, jogi munkában kérik a segítségemet. Ezen ügyfelek közül két szélsőséges álláspontot lehet megkülönböztetni, lehet megfigyelni. Az első csoportba tartozó ügyfelek azok, akik már mindent előre teljesen precízen és pontosan szabályozni szeretnének. Általában ők azok, akik a KFT alapításkor már éppen a startup cégük tőzsdei bevezetését tervezik. Természetesen ez nem baj, mert szabad nagyot álmodni, csak a jogi tervezésnek kell szabni egy határt, hogy a kezdetekkor mennyire van értelme belemenni a részletekbe. Az ügyfelek egy másik csoportja, ellentétben az első csoporttal, ők főleg akkor fordulnak ügyvédhez, amikor már valamilyen probléma van, valamilyen céges dokumentumot aláírtak, valamilyen céges szerződést aláírtak, és azt szeretné, hogy az ügyvéd próbálja meg kirángatni őket ebből a helyzetből, ebből a jogi problémából. Én alapvetően itt az arany középútnak a híve vagyok, ahogy látjátok kivetítve is, az ötlet általában semmi, a megvalósítás azonban szinte minden. Ez ugyanúgy igaz a jogi tervezésre is, hiszen a jogi tervezés az a megvalósításnak a szerves részét képezi. Ennek megfelelően azt próbálom még a mai prezentációm során bemutatni, belőni nektek, hogy mi is számít jogi tervezés során arany középútnak. Jogról alapvetően sok dolgot el lehet mondani, én két dolgot emelnék most ki általánosságban. Az egyik, hogy a jog az alapvetően száraz. Valószínűleg többen itt további jelzőket is találnátok még arra, hogy milyen is ez a jog, illetve az egyes jogterületek. Mivel úgy tudom, hogy rögzítik ezt az előadást, ezért én most további jelzőket inkább nem keresnék, hanem áttérnék a másik dologra, ami az, hogy a jog az életünk valamennyi területét kisebb, nagyobb mértékben meghatározza. Nézzük például, hogy milyen részterületeket fog át a jog, illetve a jogrendszer. Legyen szó akár születésről, idősíkon, némi ugrással, az első átmulatott éjszakáról. Esetleg, ha az átmulatott éjszaka jól sikerült, akkor házasságról, rosszabb esetben az eredeti állapot helyreállításáról, vagy arról, hogy hogyan keresünk pénzt, alapítunk vállalkozást. Természetesen nem szeretnék valamennyi részterületről most beszélni, mert az az előadás keretét pontosan 5-6 évvel haladná meg, tehát a jogi egyetem hosszával lenne hosszabb, mint a mai félórás keret. Ezért én maradnék most az utolsó szlájdnál.
a vállalkozásoknál, illetve a startup cégeknél. Ahogy említettem, a startup cégek esetében kiemelt szerepe van a jogi tervezésnek, illetve az, hogy ezt a jogi tervezést ezt túlzottan ne aprózzuk el, illetve ne részletezzük túl. Ha a startup jogról beszélünk, illetve startup cégekről beszélünk, akkor fontos azt a kiinduló pontot rögzíteni, ami a jognak alapvető problémája, hogy lassan követi a változó életviszonyokat. Megjelenik egy új startup cég, egy új üzleti modell, és a jog egyszerűen nincsen felkészülve az első 1-2 évben arra, hogy úgymond hatékonyan le tudja követni ezeket a változásokat. Leginkább észlelhető ez a jelenség a sharing economy modellt követő startupok esetében, talán a legismertebb ezek közül az Airbnb vagy számos taxi helyettesítő szolgáltatás. Itt arról van szó, hogy Európa több országában is 1 vagy 2 évre volt szüksége a jogrendszernek ahhoz, hogy valahogy ezeket a új jelenségeket, a sharing economy-ba tartozó startup cégeket egyáltalán jogilag kezelni tudja. Ha startup jogról beszélünk, akkor felmerül a kérdés, hogy mit nevezünk egyáltalán startupnak, startup cégnek, startup jognak. Ha alapítunk egy céget, és az a céggel nyitunk egy nagyon takaros, sarki vegyesboltot, akkor jó esetben nem fogjuk magunkat startup cégnek nevezni, még akkor se, hogyha a versenytársaknál sokkal szebb a logónk, vagy esetleg még egy Facebook oldalt is csinálunk ennek a vegyesboltnak. A startup cégnek van egy gyakorlatban kialakult, aránylag jól körülhatárolt definíciója, amely szerint a startup cégeknek a lényege az a magas növekedési potenciál, illetve az, hogy nemzetközi piacokon is létjogosultságokkal bír az adott startup cég. Nagyon gyakran felmerül a kérdés, hogy meddig nevezhetünk egy céget startup cégnek. Már most már nagyjából belőttük, hogy mi az, hogy startup cég, viszont most mondok egy konkrét példát, a Prezit még vajon startup cégnek nevezhetjük? Hiszen IT-szektorban működik, nemzetközi létjogosultsággal bír, azonban már lassan egy multinacionális cégre hasonlít inkább, és semmiképpen egy startup cégre. Azt lehet mondani, hogy startupnak addig nevezhetünk egy céget, amíg a gyors növekedési fázisban van, ez általában az első 1, 2 vagy 3 év. Hogyha a gyors növekedési fázis nem történt meg, ettől függetlenül még mindig hívhatunk egy céget startup cégnek, hiszen méreteiben még mindig ugyanaz, azonban ez kicsit a partra vetett hal jellegre, effektusra fog hasonlítani, hogy éppen hogyan működik, vagy próbál működni ez a cég. Tehát a startup céget azt nagyjából elhelyeztük, belőttük, hogy mi is ez a kifejezés. Mit nevezünk startup jognak, a startup cégekkel kapcsolatos jogterületeknek? Alapvetően azt fontos kiemelni, hogy a startup jog az nem egy elkülönült jogterület. Tehát önmagában ez így nem létezik. Minden államban, így Magyarországon is a startup jog az alapvetően gazdasági jog, illetve különböző klasszikus területeknek az egyvelege, ötvöződése. Mik ezek a klasszikus jogterületek? Ezeket mikro és makro szinten lehet csoportosítani. Mikro szinten találjuk azokat a jogterületeket, amik a cég mindennapi életét, napi működését meghatározzák. Így oda sorolható a cégjog, a szerződések joga, munkajog, illetve a szellemi tulajdonvédelme. Makro szinten találhatóak azok a jogterületek, amik az egyes startup cégeket keretbe foglalják. Így például a startup ökoszisztémára vonatkozó szabályozás, az adójog, a versenyjog és a fogyasztóvédelem. Alapvetően, ha startup cég alapításon törjük a fejünket, vagy már egy céget megalapítottunk, akkor fontos kiemelni, hogy először a mikroszint lesz előtérben, de természetesen a makroszintből például az adójogról se feledkezhetünk meg, akár már az alapítás pillanatától sem. Kezdjük tehát majd a mikroszinttel, azon belül is a cégalapítással. Itt kezdésnek egy videót hoztam magammal a cégalapítással kapcsolatosan. Sok startup vállalkozó, induló vállalkozó szemében valahogy így élhet ez a folyamat. Természetesen akár még némi valóság alapja is lehet, hogyha bárki esetleg úgy gondol, az ügyvédekre ismerne ebből a kis videóból, az természetesen kizárólag a véletlennek a műve. Vogon, az egyik legellenszenvesebb faj a galaxisban. Nem gonosz, csak mogorva, bürokratikus, érzéketlen népség. A saját nagymamájukat sem mentenék meg a Thrall bolygó gonosz bogárpattintó fenevadjától, ha nincs rá utasítás 3 példányban, amit beküldtek, visszaküldtek, félretettek, elveszítettek, megtaláltak, kivizsgáltak, újra elveszítettek, 3 hónapra tőzeg alá temettek és gyújtósként hasznosítottak. Tehát
Tehát sok fiatal vállalkozónak esetleg így tűnhetnek már a kezdeti jogi lépések, természetesen azért hatékony ügyvédi segítséggel ezek áthidalhatóak, illetve valamivel könnyebbé tehetőek. Cégalapításról legtöbben gondolom már hallottatok. A gyakorlatban alapvetően startup cégek esetében a magyar jog alapján korlátolt felelősségű társaság vagy zárt körűen működő részvénytársaság kerül bejegyzésre. A szindikátusi szerződésnek a fogalma asztalán már kevésbé ismert, holott ez startupok esetében nagyon gyakran kötődik a cégalapításhoz. Szindikátusi szerződés esetében arról van szó, hogy az alapítók további kötelezettségeket és jogokat vállalnak egymás irányába, ezeket viszont nem akarják társasági szerződésbe foglalni. Miért nem akarják társasági szerződésbe foglalni? Leginkább azért, mert nem való oda. Azért, mert nem jogi kikötéseket kell itt főleg elképzelni, hanem sokkal inkább feladatmegosztást, esetleg jövőben megállapodásokat, hogy ki fogja választani az ügyvezetőt, akár hogy melyik kérdésről ki hogyan fog szavazni. Tehát alapvetően kicsit lazább megállapodásokat, lazább kikötéseket kell elképzelni szindikátusi szerződésekben. Szintén nagyon fontos az, hogy a szindikátusi szerződés az nem nyilvános. Tehát ha valaki meg akarja nézni, akkor most egyszerűen szólva azt tudja megnézni, akinek odaadják. Míg a cég társasági szerződését bárki meg tudja nézni, hogyha beballag a cégbíróságra, és ott egy iratbetekintés keretében belenéz egy adott cégnek a társasági szerződésébe. Mi az, ami fontos cégalapításkor, illetve a szindikátusi szerződés megkötésekor? Alapvetően itt három pontot emelnék ki. Az első az időpont, tehát az időzítés. Az első lépés egy startup cég beindításakor sohasem ma a cégalapításnak a jogi része. Először mindig igazolni, validálni kell az adott ötletet a piacról. Meg kell nézni, hogy az adott piacon van-e kereslet a tervezett startupunk szolgáltatására. Amennyiben van, és esetleg már a kezdő előkészítő lépések megvannak, bőven elég lesz akkor, hogyha cégalapításhoz fogunk. Nem akarom egyik ügyvédnek se az üzletét rontani, de tény az, hogy nem érdemes egyből első lépésként ügyvédhez szaladni, céget alapítani. A második lényeges pont az az átlátható, egyszerű és célszerű céges dokumentumok. Ez alatt azt értem, hogy nem érdemes túlbonyolítani ezeket a céges dokumentumokat. Itt most visszautalnék arra, amit mondtam, hogy az ügyfelek egy része néha már a tárgyalóasztal mellett cégalapításkor a tőzsdei bevezetést tervezi. Megint megjegyzem, hogy természetesen nem a nagy álmokkal van a gond, hanem azzal, hogy a jogi tervezést azt mindig a szintnek megfelelően kell elvégezni. Nem érdemes túlbonyolítani ezeket a céges dokumentumokat, mert a vége az az lesz csak, hogy nem lesznek rendesen kikényszeríthetőek bíróság előtt, nem lesz egyértelmű, vagy egy adott kérdésre akár több helyes válasz is lesz, ami évekig tartó pereskedéshez vezethet. Szintén nem érdemes már alapításkor valamennyi startup jogban ismert angolszász amerikai jogintézményt a szindikátusi szerződésbe, illetve a társasági szerződésbe zsúfolni. Ha valaki olvas az interneten startup jogról, gyakran találkozik olyan kifejezésekkel, hogy vesting, tagalong, dragalong jog, anti-dilution. Ezeket lehet ragozni, de nem érdemes már alapításkor terhelni az alapítók agyát és a szindikátusi szerződést ezekkel a rendelkezésekkel. Azért nem érdemes, mert hogyha befektető érkezik a startup cégbe, feltéve, hogyha jól muzsikál ez a startup cég, abban az esetben így is úgy is a befektető hozza a saját szindikátusi szerződés csomagját majd, amit ha nem is rákényszerít az alapítókra, de abból kezdenek el dolgozni a felek, tehát az alapítók is és a befektetők is. Ezzel el is értünk ezekhez az angol szász jogi, startup jogi kifejezésekhez, avagy úgy is lehetne kérdezni, hogy mit tegyen az ügyfél, hogyha az ügyvéd angolul beszél, mert nagyon gyakran jogászok, de meglátásom szerint ügyfelek is, az előbb említett startup jogi konstrukciókra kérdeznek rá. Én most nem akarnám húzni és az előadás, illetve ezen konstrukciók részleteivel untatni titeket. A lényeg az az, hogy alapvetően ezek megvalósíthatóak a magyar jog szerint is, tehát van rá megoldás, hogy a magyar jogban akár egy vesting, akár egy higulás elleni védelem az hogyan valósítható meg, azonban nem feltétlenül érdemes már az alapítási fázisban ezt a szindikátusi szerződésbe zsúfolni. Mi az, amit kerülni kell egy cégalapítás során? Az első, amit gondoltam, hogy megjegyzek, illetve már részben meg is jegyeztem, ez a minden egyes szituációra valamilyen választ adni kívánó szindikátusi szerződés, illetve társasági szerződés, tehát a túlzott részletezés, ugye megint az ügyfelek első csoportjára tudok utalni.
A másik pedig a túlzott leegyszerűsítés, így meg a bevezetőre utalnék, hogy az arany középút megtalálása, mert azt se ajánlom viszont, hogy valamilyen garázsügynökség által minden egyes cég alapításra elsütött mintát használjanak a startup alapítók, amikor megkezdik a cég működését. Maradva a makró szinten, a következő, amiről beszélni szeretnék nektek, az a szellemi tulajdonnak a védelme. Ugye innovatív startup cégek esetében a szellemi tulajdon az alapítói gárdán kívül a cégnek az egyik legértékesebb vagyontárgya. Ha a befektető befektet az adott startup cégbe, abban az esetben ő az alapítók személyébe fektet be elsődlegesen, másodlagosan pedig azon szellemi tulajdonba, amit az alapítók vagy amit a cég birtokol. A szellemi tulajdon védelmének több részterülete van. Beszélhetünk egyrésztről szerzői jogról. A szerzői jog az az irodalom, tudomány és a művészetek területére koncentrál, ide tartozik azonban a szoftvereknek is a jogi védelme. Startup cégek esetében relevánsabb talán az iparjogvédelem, aminek két alterülete van. Az egyik a szabadalom, a másik pedig a védjegy. Szabadalom esetében valamilyen műszakilag alkalmazható találmány szabadalmaztatásáról, szabadalmi bejelentéséről van szó. Fontos kiemelni, hogy ha szabadalmi bejelentést teszünk, akkor a találmányt azt olyan részletesen le kell írni ebben a szabadalmi bejelentésben, hogy az egy szakember számára bármikor megvalósítható legyen. Ennek megfelelően tehát egy szabadalommal úgymond egy használati utasítást adunk a nagyközönségnek arra, hogy egy megfelelő ismeretekkel rendelkező szakember hogyan tudja megvalósítani a mi találmányunkat. Ebből fakadóan szabadalomnál egyik leglényegesebb kérdés, hogy mikor szabadalmaztassunk, tehát az időpontnak a kiválasztása. Ugye ezt a kvázi használati utasítást akár... Tehát a használati utasítást akár ismerhetjük az Amerikába jöttem című filmből is, amikor McDowell papa a McDonald's-nak az útmutatóját böngészi át ahhoz, hogy a saját startup, a saját éttermét, vállalkozását üzemeltetni tudja. Nagyjából ugyanilyen hatása, jelentősége lehet egy szabadalmi bejelentésnek is. Természetesen, hogyha a szabadalmi bejelentést már megtettük, és meg is kaptuk a szabadalmat, akkor jogi védelmet élvez a találmányunk. Ezt a jogi védelmet ezt bíróság előtt tudjuk igénybe venni, tehát bíróság előtt kikényszeríthető lesz ez a jogi védelem. Azonban hagyd ne magyarázzam most annak a problémáját, hogy ezt mondjuk Kínában hogyan fogjuk tudni, és milyen hatékonysággal tudjuk majd elmagyarázni. Védjegyek esetében a startup cégünk külső megjelenési formáiról van szó. Alapvetően itt beszélhetünk szóvédjegyről és ábravédjegyről. Ábravédjegy esetén itt a legjobb példa, ami egyben egyébként szóvédjegy is, a Coca-Cola-nak a logója. Logikusan ezek is olyan szellemi termékek, amit védeni kell egy startupnak. A bevezetőben említettem a Red Bull, a szárny, illetve a jognak a kapcsolódási pontját. Ugye többen hallhattuk most, hogy Amerikában perindult amiatt, hogy több Red Bull fogyasztó panaszkodni kezdett, hogy bárhogy vizsgálják magukat a tükörben, a szárnyaikat sehol sem találják. Amivel feltételezem a teremben ülők nagy része is így van, hogy Red Bull fogyasztás ellenére szárny még nem nőtt sehol senkinek. Felmerül a kérdés, hogy akkor most bíróságra mehetünk-e ezzel, illetve hogy mi ez. Alapvetően a kontinentális jogban, magyar-német jogban ez sokkal inkább a Red Bull szárnyak adatkifejezés egy szlogennek minősül, a szlogen pedig szintén védjegy védelmet élvezhet. Tehát ezeket a szlogeneket be tudjuk jegyeztetni védjegyként. Erről majd még a reklámjogban szó is lesz, hogy ezt hogyan lehet elkülöníteni. És a lényeg az, hogy ebben az esetben ez a mi szlogenünk is jogi védelmet fog élvezni. Ahogy említettem, szeretnék arról beszélni, hogy az alapítók hogyan tudják védeni magukat, akár egymással szemben is. Egyik legsarkalatosabb kérdés cégalapításkor, illetve abban a fázisban, amikor az ötletgazda alapító a további társalapítókat beszeretné vonni a projektbe, a titoktartásnak a kérdése. Alapvetően ezt a témát se kell túlpörögni, mert ahogy mondtam, az ötlet az még a legtöbb befektető szemében semmi, úgyis a megvalósítás fog számítani. Ennek ellenére minden startup jogi konzultáción rá szoktak kérdezni a titoktartás kérdésére. Alapvetően egy jó titoktartási megállapodással sok dolog megelőzhető. Mitől lesz viszont egy titoktartási megállapodás jó vagy megfelelő a startup alapítóknak? Ebbe a titoktartási megállapodásba bele
tehetjük, beleszuszakolhatjuk az összes olyan kötelezettséget, amiről a társ alapítók, akik miután tájékozottak az ötletről, titokgazdává válnak, nem beszélhetnek. Ezután, hogyha távozunk is az ügyvéd irodából, és van egy ilyen szuper titoktartási megállapodásunk, amiben bele van az írva, hogy miről nem beszélhet senki, az igazából, ha nem is nullát fog érni, de nem sokat fog érni. A lényeg az az, hogy ha titoktartási megállapodást kötünk, akkor valamilyen szankciót is a szerződésbe kell, a megállapodásba kell foglalnunk. Az, hogy XY társalapító valamiről nem beszélhet, az pont arra lesz elég, hogy elmegyünk a bírósághoz. A bíróság megállapítja a jogsértés tényét, ha tényleg megsértették a titoktartási megállapodást. Azonban utána széttesszük a kezünket, hogy akkor most mit kérhetünk. Ugye logikusan mást kérhet egy olyan startup ötletgazda a titoktartási megállapodás megsértéséért, akinek az ötletéből esetleg a következő Facebook lesz majd, meg más kérhet az, ahol egy év után esetleg eltűnik a cég. Ennek megfelelően nem szabad elveszni abban, hogy a kár mértékét bizonyítjuk bíróság előtt, és ezt úgy tehetjük meg, hogyha a titoktartási megállapodásunkat úgy szövegezzük meg, hogy abban mindig van kötbérkikötés. Mi ez a kötbérkikötés? Ugye azt meghatározzuk, hogy melyik startup alapító miről nem beszélhet, mi az a titok, amit meg kell tartani. A kötbérkikötés az pedig arra szolgál, hogyha valaki megszegné ezt a titoktartási megállapodást, abban az esetben egy általány kártérítésre lesz jogosult az ötletgazda. Ez az általány kártérítés pedig pontosan a kötbér összege, tehát nem kell bíróság előtt bizonygatni azt, hogy milyen kár érte az ötletgazdát a jogsértés által, hanem egyszerűen a kötbér összegét fogja megítélni a bíróság. Szellemi tulajdon után a makroszinttel szeretném folytatni. Itt alapvetően csak a legfontosabb dolgokat emelném ki. Adójog szempontjából, amit mindenképpen ki szeretnék emelni, az az, hogy az adóhatóság az minden esetben egy ügyletnek a valós gazdasági tartalmát nézi. Tehát egy startup cég esetében is nem azt fogja nézni az adóhatóság, hogy az alapítók az egyes szerződéseiket hogyan nevezték el, hanem mindig azt fogja figyelni, hogy az adott szerződés mögött mi a valós gazdasági tartalom. Szerződési szabadság van a magyar jog szerint is, tehát a jog nem korlátoz minket abban, hogy milyen szerződést kötünk, azonban az adóhatóság soha nem azt fogja megnézni, hogy mi a szerződés címe, hogy ez munkaszerződés vagy megbízási szerződés. Soha nem azt fogja megnézni, hogy mi ezt minek szeretnénk minősíteni, hanem hogy a valóságban ez mi. Egyik legjobb példa erre az, amikor az újonnan alakult startup cég az első programozóját adó optimalizálási szempontokból megbízási szerződéssel foglalkoztatja, munkaszerződés helyett. Ennek ellenére minden reggel 9 órára berendeli a programozót a startup cég székhelyére, majd a Kazinci utcában töltött egy órás ebédszünet után figyelve az órájára este 6-kor hazaengedi. Ehhez mondjuk még szolgáltatja is az eszközt, amin a programozó dolgozik. Egy adóhatósági vizsgálat esetében ezt az adóhatóság egyértelműen munkaviszonnyá fogja minősíteni, annak ellenére, hogy mindenki tiltakozik az ellen, hiszen megbízási szerződés kötöttek, hiszen megbízási szerződés áll a fejlécben. Ettől függetlenül az adóhatóság azt fogja mondani, hogy ez egy szillelt munkaviszony, és a valamennyiben nem fizetett járulékot, közterhet, valamint adóbírságot és kamatot is kifogról az újonnan indult startup vállalkozásra. Nagyon fontos tehát, hogy bármilyen szerződést kötünk, az adójogi konzekvenciáit azt mindig gondoljuk át. Szintén az adójog szempontjából merülhet fel startup cégek esetében a közösségi finanszírozásnak a kérdése. Többentek feltételezem hallottak crowdfunding oldalakról. Arról van itt röviden szó, hogy egy ötletgazda a piacról szeretne finanszírozást szeretni, különböző támogatókon keresztül szeretne finanszírozást szeretni, feltölti egy ilyen közösségi finanszírozással foglalkozó oldalra az ötletét, majd utána várja a lelkes támogatókat. Talán érthetőbbé válik, hogyha egy rövid videót is nézünk. Hi, I'm László Nyiradi. My small team has spent 3 years creating the first motion-controlled turn signal light for cyclists. Me, my father, my sister, my brother-in-law, and a very talented engineer friend have been working together to design and build You See Me bicycle turn signals. We created a revolutionary pair of wristbands that turn your hand signals into flashing indicator lights. You See Me greatly improves bicycle safety by making sure everyone sees your hand signals before turning or changing lanes. You See Me bicycle turn signals are controlled by built-in motion sensor technology. They're completely automatic.
automatic, and they smartly adapt to your hand position on any handlebar. Flashing starts when you hold your hand out to the side and stops when you put it back onto the handle. No new moves, the same old hand signals you've always used. Thanks to the wristband design, the light is visible from all directions. The wristbands are very easy to put on and take off. There are no clasps. You can wear them with all kinds of clothes. They are rainproof, and the batteries will go for at least 2 months. UCME bicycle turn signals are produced in our small plastic manufacturing plant in Hernád, Hungary. We've invested a lot in engineering, machinery, tools, design, tests, and fine-tuned everything. After 3 years of development, we are happy with the product we've created, and we can't wait for you to use it. Order your pair now at ucme.eu and stay safe while you're sharing the road. www.ucme.eu. Maradva ennél a UCME-s példánál. Alapvetően két eset képzelhető el. Azt mondja az ötletgazda cég, hogy felteszem a közösségi finanszírozási oldalra ezt az ötletet. Ha valaki engem támogat egy bizonyos összeggel, akkor egy jelképes köszönött nyilvánítás lesz az ajándéka, illetve örülhet, hogy befektetett egy ilyen nemes projektbe. Ebben az esetben ajándéknak fog minősülni, adománynak fog minősülni ez a támogatás, és adójogi szempontból már is teljesen más a megítélése, mint akkor, hogyha azt mondja az ötletgazda cég, hogy ha valaki engem X összeg fölött támogat, akkor az első karperecet postázom ki neki. Első esetben ajándéknak fog minősülni, így az ötletgazda oldalán áfa kötelezettséggel nem kell számolni, viszont az ajándékozási illetéknek a kérdése felmerülhet. Második esetben, amikor a karperecet postázza az ötletgazda cég, akkor igazából az első vásárlóit találta meg a támogatókkal. Ebben az esetben viszont áfa kérdés fog felmerülni az ötletgazda oldalán, illetve termékértékesítésből származó bevétel is lesz, hiszen ez már önmagában ez már termékértékesítésnek számít. A további részletekkel itt se szeretnék senkit untatni. A lényeg az, hogy egy ilyen közösségi finanszírozási projektnek a tervezése is gondos adójogi tervezést is igényel. Kicsit tovább haladva a makro oldalon, szeretnék még beszélni a startup ökoszisztémáról. Alapvetően startup inkubációról, pályázatokról van itt szó. Ezek az inkubátorok általában tanácsadással, néha anyagi forrásokkal, tanácsokkal, üzleti kapcsolatokkal látják el a startup cégeket. Az új piacra törekvő vagy új üzleti modellt követő startup cégek esetén kiemelt jelentősége lehet a versenyjognak és a fogyasztóvédelemnek is. Röviden összefoglalva azt lehet mondani, hogy kerülni kell a tisztességtelen piaci magatartást, illetve olyan magatartást kell folytatni, hogy ne ütközzünk a tisztességtelen versenytilalmába. A projektoron, illetve kivetítve látjátok is például azt a szemránckrém, illetve arckrém reklámot. Ebben az esetben, ha mondjuk egy ilyen előtte-utána képet használunk, akkor fel kell arra készülni, hogy a startup cégnél a többi hölgyvásárló is kopogtatni fog, hogy már 3 hete használja a krémet, mégis az utána hatása, hogy a képen látható valahogy náluk mégsem kezdődik, illetve következik be. Fontos tehát, hogy ha innovatív területen is van a startup cégünk, innovatív területen egy új terméket dob piacra, akkor is csak olyan állításokat lehet tenni a reklámban, marketing szövegekben, ami objektív és igazolható. Hát itt az igazolhatóságon van a nagyon fontos hangsúly. Ugye itt most megint vissza lehet utalni a Red Bullos példára, hogy akkor a Red Bull miért mondhatja mégis azt, hogy szárnyakat ad, hiszen az utánaképpen valószínűleg ott se jelennének meg senkin a szárnyak. Azonban a magyar jog, illetve a kontinentális jog is a szlogeneket védi egyként kezeli, ahogy mondtam. Ergo ezek megengedett kijelentések, hiszen szlogennek minősülnek, és nem a reklámjog teritoriumába tartoznak. Összefoglalásként annyit szeretnék még kiemelni, hogy egy startup cég beindításakor külön gondolni kell arra is, hogy az alapító mit fog nézni a mi cégünkben. Zárójelbe téve most azt, hogy természetesen azt fogja elsődlegesen nézni, hogy a befektetett pénze tőkéje milyen megtérüléssel mennyi idő alatt fog hozamot hozni, teremteni. Viszont ezen felül mi az, ami fontos lesz egy befektetőnek? A befektető az, ahogy mondtam, mindig az alapítókba fektet, és az üzleti modellbe. Tehát a befektetőnek fontos lesz az alapítói gárda, illetve az, hogy az alapítói gárda egy működő üzleti modellt tudjon prezentálni. A befektető nem azt fogja keresni, hogy az alapítói gárda már az elején mindenre levédette magát, tehát kerülni kell ezeket a túlbonyolított jogi megoldásokat.
ahogy említettem, a szabadalommal kapcsolatban is meg kell találni a helyes időpontot. A befektető azt se fogja nézni, hogy már van-e szabadalma a cégnek, vagy nincs. Ha az adott befektető úgy fogja gondolni, hogy egy találmányt szabadalmaztatni kell, akkor azt jelezni fogja, illetve valószínűleg már a szabadalmaztatási folyamatban is, ha más nem üzleti kapcsolaton keresztül valamilyen részt fog vállalni. Harmadrészt azt emelném ki, hogy a rendezett adójogi viszonyok különösen fontosak a befektető számára. Külön fontos arra figyelni, hogy a nagyon idézőjelbe tett kreatív, kelet-közép-európai, vagy mondhatni magyar adójogi megoldásokat kerüljük el. Teremtsünk a cégben átlátható rendezett adójogi viszonyokat, hiszen egy cég átvilágítás során az a legrosszabb, amikor a befektető átvilágítja a céget, és különböző csontvázak esnek ki a szekrényből. Szintén összefoglalásként annyit mondanék még, hogy ha startup céget indítunk be, startup céget alapítunk, akkor ne féljünk a jogeszköztárából válogatni. Tehát nyugodtan használjuk a rendelkezésre álló jogi megoldásokat. Legyen ez akár a magyar jogi konstrukció, vagy valamelyik magyar jogban megfelelően működő angolszász konstrukció. Azonban mindig figyeljünk arra, ahogy erről már szó is volt, hogy ezek a megállapodások, a céges dokumentumok, a szerződések, azok mindenek előtt ne bonyolultak, hanem átláthatóak, érthetőek és kikényszeríthetőek legyenek bíróság előtt. Hiszen egy adott szerződés csak akkor tud kiváltani egy joghatást, hogyha szerződésszegés esetén a bíróság ez könnyen kikényszeríthetővé válik. Nagyon köszönöm a figyelmet mára. Kérdéseket, hogyha valaki fel szeretne tenni, akkor a második előadás után majd még itt a teremben vagy fönt itt a kolorban megtalál. Köszönöm szépen a figyelmet.